Másfél milliárd forintból újítják fel a Bajnai Sándor Metternich kastélyt. A Nemzeti Kastély és Vár program keretében megújul a kastély főépülete és a mellékszárnyak egy része, valamint helyreállítják a díszudvart, a parkot és a sétányokat. A turisztikai fejlesztés fő célja Sándor Móric, az Ördöglovas kastélyának, valamint korának bemutatása interaktív módon, épített installációk és multimédiás eszközök segítségével. Ismertette a részleteket dr. Virág Zsolt, a program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, július 24-én a kastély udvarában tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a kastély újjáélesztése után a környék turisztikai, illetve rendezvényközpontja lehet. Pallagi Tibor Bajna polgármestere emlékeztetett arra, hogy a Sándor Metternich kastély az 1840-es évek végén az ország egyik legszebb klasszicista kastélya volt. Idén elbontották a kastély parkjában az 1970-es években épített pártházat, illetve felszámolták a hozzá kapcsolódó aszfalt burkolatú területet, valamint a kastély együttes főépületében konzerváltak egy kritikus állapotban lévő falfestményt. A Nemzeti Kastély és Vár program keretében 55 milliárd forint felhasználásával 39 épület rekonstrukciója valósulhat meg. Az országban 19 várat és 20 kastélyt fejlesztenek. A Nemzeti Kastély és Vár program 39 helyszínen, 20 kastélyban és 19 várban végez különböző fejlesztéseket. Döntően európai uniós forrásból, ugyanakkor a magyar kormány biztosított hazai forrás is ezen épületek felújítására, illetve komplex turisztikai attrakcióként történő hasznosítására. Komárom-Esztergom megyében milyen felújítások várhatóak a jövőben? 5 projektterem található Komárom-Esztergom megyében, az egyik a Bajnai Sándor Metternich kastély, Tatai Eszterházi kastély, Oroszlány Majpuszának Amaludi Remetesség és Eszterházi kastély, ennek a második üteme valósul meg, illetve 2 várfejlesztés is van, az egyik a Várgesztesi vár, a másik pedig Esztergomban, az esztergomi várnak a fejlesztése. Ezeknél a beruházásoknál konkrétan milyen fejlesztésekre gondoljunk, és milyen összegből valósul ez meg? A Bajnai Sándor Metternich kastély esetében 1,5 milliárd forint európai uniós forrás, illetve 16 millió forint hazai forrás áll rendelkezésre. Itt a főépület teljes felújítása, illetve a melléképületek részleges felújítása valósul meg. A melléképületek közül például a Narancsház az bekerült a projektteremek közé, tehát itt az mindenképpen a projekt részét képezi. Emellett a park rehabilitáció első üteme szintén meg tud valósulni. A Várgesztesi várnál ott egy következő ütemű fejlesztésre valósul meg, és ugyanakkor visszakapja azt a régi turisztikai attrakció funkcióját, amely hosszú ideig megvolt, most az utóbbi években azonban bezárt a vár. Ezen szerettünk volna mindenképpen változtatni akkor, amikor a programba bekerült az épület. Az esztergomi vár esetében elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum vármúzeuma az, amely különböző fejlesztési elemeket fog megvalósítani, de az esztergomi főegyházmegye szintén konzorciumi partner a projektben, és az ő fejlesztésére szintén sor tud kerülni. A Tatai Eszterházi kastélynál egy olyan diplomáciai történet kiállítás lesz a kuriózumban magának az épületnek, amely gyakorlatilag 500 év diplomáciáját tekinti át, emellett természetesen az Eszterházi grófiága, illetve az ő napi rendjük, az ő életük, az ő jeles tagjaik szintén bemutatásra kerülnek a kiállításban. Oroszlány Majpusztán pedig, így a második ütem részeként, egyrészt folytatódik a műemlék helyreállítás, megjúlnak a remeteházak, új kiáltások kapnak helyet az épületben. Másrészt pedig elkészül egy olyan modern turisztikai fogadóépület, ahol mind a büfé, mind az étterem, mind az ajándékbolt, mind pedig a kulturális közösségi tér egy olyan modern 21. századi élményturisztikai trendekbe illeszkedő eleme lesz majd a kínálatnak, amely reményünk szerint nagyon sok látogatót fog vonzani. Mikorra valósulnak meg ezek a beruházások? A projektek előkészítése mindenütt folyamatban van, ez azt jelenti, hogy a engedélyezési tervek elkészítése zajlik, a megvalósíthatósági tanulmányok sok helyen már elkészültek, van, ahol most vannak az utolsó simítások rajtuk, és ez a generálkivitési tender, ami az építési munkákat megelőzi, közbeszerzési eljárás keretében, az gyakorlatilag Tatánál és Bajnánál már kifejezetten jól áll, hamarosan lezárásra kerül, és az effektív építési munkák is meg tudnak indulni.